alkálifémek reakciója következik vízzel. Elsőként egy petri-csészéből vizet fogok önteni. Ebbe teszik majd bele a nátrium darabkát. Egy kis fenolftalanyt fogok belecsepegtetni, színtelen fenolftalanyt. Ez majd a kémhatás kimutatására szolgál. Ezután egy üvegből kiveszek egy darabka kis nátriumot. A nátriumot petróleum alatt kell tartani azért, hogy nehogy eloxidálódjon. Kiveszek egy darab nátriumot, és egy kis darabot levágom belőle. A nátrium puha fém késsel vágható. A maradékot vissza fogom tenni a üvegbe, és kérgétől megtisztítom a nátrium darabkát. Még egy kicsit levágom belőle. Majd a rajta lévő petróleumot szűrőpapírra felítatom. És amikor ez megtörtént, akkor belehelyezem a vízbe. Nézzük, mi történik. A gyakorlathoz mindenképpen használjuk védőfelszerelés, gumitesztyűt és védőszemüveget. A nátrium futkározik a víznek a tetején, hidrogénfejlődés közben a vizet bontja, és a fenolftalein piros színűvé vált, jelezzén a lógos kimhatást, a keletkezett nátriumhidroxidot. Még mindig futkározik. Egy pici még mindig van, és végül elfogyott az összes.